A Dombóvári járási hivatal életét is érintette a 2015-ben bekövetkezett közigazgatási szervezeti átalakítás. Az integráció ügyfélbarát közigazgatást biztosít, azaz az ügyfelek gyorsabban intézhetik ügyeiket. Több feladatkör is a járási hivatalokhoz került az átszerveződést követően, valamint az ügyfélfogadás rendjében is változások vannak. Ezekről kérdeztük dr. Hajcsár Anettet, a Dombóvári járási hivatal okmányirodai osztályának vezetőjét. Dr. Hajcsár Anettet, a Dombóvári járási hivatal megbízott hivatalvezető helyettesét megkértük, foglalja össze nekünk, hogy a 2015-ben megvalósuló közigazgatási szervezeti átalakulás mennyiben érintette a Dombóvári járási hivatalok életét. A szervezeti átalakulás elsősorban az eddigi önálló hatáskörrel rendelkező járási szakigazgatási szerveket érintette. 2015. április 1-től a járási hivatalhoz inkább funkcionális és működési szempontból kapcsolódó földhivatal, munkaügyi kirendeltség, népegészségügyi intézet, gyámhivatal, építésügyi hivatal, a továbbiakban osztályjogállású szervezeti egységként működnek. Korábban Dombóvári járási hivatalhoz tartozó állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző hivatal átkerült a Tamási járási hivatalhoz szervezetileg, ugyanakkor feladatát továbbra is a két járási hivatal illetékességi területén végzi, így az ott dolgozó munkatársak továbbra is az eddigi ügyintézési ponton állnak a dombovári lakosok rendelkezésére. Az átszerveződés a gyorsabb ügyintézést és a költségtakarékosabb működés megvalósulását szolgálja. Az eddigi megyeszékhelyekhez kötött ügytípusok esetében is helyben intézhetik az ügyfelek az ügyeiket. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok viszont átkerültek a járási hivatalokhoz. Ezekben az ügyekben a járási hivatal Dombóvári ügyfélszolgálatán a hét mindennapján, illetve a járás többi településén hetente egy alkalommal, pedig az úgynevezett települési ügysegédeknél is lehetőség van a kérelmeket benyújtani. A családtámogatások, mint az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási támogatás, valamint a nagycsaládosok földgázár kedvezménye és a fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérelmek szintén benyújthatóak a járási hivataloknál, és a későbbiekben már a települési ügysegédeknél is. Az országos egészségbiztosítási pénztárhoz baleseti megtérítés a keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos ügyekkel szintén a Dombóvári járási hivatalhoz kell fordulni. Az osztályok a jövőben is a megszokott helyen működnek, tehát az ügyintézési pontok nem változtak. A 2015. május 1-től viszont változás következik be a Dombóvári járási hivatal ügyfélfogadási idejét érintően, ugyanis a jelenlegi foglalkoztatási osztály, földhivatali osztály, népegészségügyi osztály, hatósági és gyámhivatali osztály, valamint építésügyi osztály kedden és csütörtökön nem egész nap, hanem 8-tól délig várja az ügyfeleket, a többi napokon változatlan formában. Az okmányirodai osztály, a szociális ügyfélszolgálat és a települési ügysegédek a korábbi rendszerint fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélfogadás rendje és a szervezeti elérhetőségek megtalálhatóak a www.kormanyhivatal.hu weboldalon. Dr. Hajcsár Anett hozzátette, a kormányablak kialakításához az építésügyi tervek már elkészült. A fizikai kialakítás azonban még nem vette kezdetét, de bíznak benne, hogy Dombóváron már ebben az évben is fogadhatják az ügyfeleket a jól képzett kormányablak ügyintézők.